Na sziasztok, Csajci barackok! Hát végre sikerült az SSO-nak helyreállnia. Úgyhogy, ahogy ígértem, nem tudok beszélni, késő van. Tehát ahogy ígértem, megcsinálom ezt a cuccot. Tehát, azok a kecskék meg sem álltak tegnap este. Egy szemhunyás sem aludtam. Vidd a kecskéket Elizabethhez Veldélbe. Ő druida, és talán rájön, hogy mi történhetett velük. Próbáljátok kitalálni, hogy ki a felelős mindezért. Remélem, senki nem akarja elrontani a karácsonyunkat. Gondoljátok, hogy a házi manóknak nem ízlett a kása? Nekem se ízlene. Na jó van. Na, Elizabeth! Segíts rajtam! Hello, Beatrice! Megint erre jársz? Bármikor szívesen látunk. Kivel? Többen vagytok? Egy kicsit jobban megvizsgáltam az ügyet. Sejtem, milyen varázslat történt, de azt nem tudom, hogy ki csinálhatta. Ez természetesen annak a jele, hogy a sötétség egyre növekszik. Ez a fajta varázslat még soha nem volt ilyen erős. Szeretnél még többet tudni? Inkább kimásznék ebből. Arra gondoltam, hogy ezt tudni szeretnéd. Egy pillanatra meg tudtam állítani a varázslatot, de bárki tette is tudja, hogy észreveszünk. Gyanítom, azt szeretnék, hogy tudjuk, itt vannak, és hogy egy új, erős varázsló érkezett a szigetre. Ez megrémít egy kicsit, és szeretném tudni, ki lehet ő. Vidd vissza a hatástalanított karácsonyi kecskéket Silverblade Village-be, a helyükre. Mondd meg a főtanácsosnak, hogy most már rendben lesznek. Boldog karácsony, Beatrice. Köcsögöm szépen. Rakjunk ki kacskéket, de most akkor ez itt mi? Én még egyszer vissza kell raknom? Okés. Azzal nem újjon. Nya. Köszönöm, Beatrice, biztos, hogy nem ébrednek fel újra? Oké, de azért rajtuk tartom a szememet. Ja, én is attól félek. Úgy tűnik, hogy Barney a silónál Steve farmja mellett tavaly kölcsönvette a legnagyobb és legszebb csillagot. Lovagolj el hozzá, és kérdezd meg, visszakaphatjuk-e, hogy befejezhessük a csodálatos karácsonyfát. Azon nem múljon, öcsém. Azon nem fog múlani. Gyorsan ellenőriztem egyet. Az a csillag tavaly fent volt a silom tetején. Csodálatos volt, de jött egy vihar és elfújt a szóval, sajnos elveszett, elvitte az északi szél. Ügyes vagy, nyomorék. Semmit sem tehetek. Nagyon sajnálom. Természetesen kárpótolni fogom a főtanácsost a veszteség miatt. Lovagolj vissza hozzá és mondd meg neki a rossz hírt. Mondd a rossz hírt a karácsonyi csillagra a főtanácsosnak. Aha, rossz hír. Nem láttad, hogy mi történt ott? Nos, lássuk, a karácsonyi csillag kétségtelenül hiányzik. Azt hallottam, hogy Mário látott valamit a távcsövével, ami szerinte hulló csillag volt, de lehetett egy karácsonyi csillag is, amit felkapott a szél. Bocsánat, gyerekek, de késő van. Biztosan a karácsonyi csillag volt. Akkor nem is gondoltam erre. Már beszéltem is Márióval, és többet tudok. Úgy emlékszik, hogy a csillag Doyle kápolnája fölött tűnt el. Nézd meg, hogy megtalálod-e ott a csillagot, vagy valakit, aki látott valamit. Pontosan, Doyle kápolnájának romjai a Pinta erődbe vezető úton vannak. Keresd a hulló csillagot, vagy a valaki jó bla 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 bla. Állj meg! Gratulálok. Ja, hogy Mérivel kell kommunikálnunk, jó van. Hello, egy hulló csillagot keresel? Hadd gondolkozzam. Tudsz mivel gondolkodni? Oké. Á, emlékszem már, ott voltam, épp Twinkit, a kis bárányomat nyugtattam. Nagyon meg volt ijedve. A csillag túlrepült a kápolnán, átpattogott a fák tetején Thorn Rockson túl, és eltűnt az almás kert mögött. Az öbő túlsó oldalán a helyedbe elomagolnék az almás kertbe, és megnézném, van-e valami nyoma, vagy van-e valaki, aki látott valamit. Ahhoz, hogy átjöss a Silverszok folyón, át kell menned a hídon innen éjszakra. Nem ér. Jó van. Na most már te is visszajöttél? Fáj még a fejed? Hello, ez a te almád? Nem? Milyen nagyszerűek a vadalmák. Néha erre lovagolok és szedek párat, mert olyan finomak.
egyébben elég sokkal drágám. Láttam-e a csillagot, amit elvitt a szél? Igen, láttam. Ismered a medve barlangot? Nem? Oké, néhány hónapja az egyik lovaglásom alkalmával benéztem a medvék barlangjába, és ott volt egy hatalmas karácsonyi csillag. Furcsának találtam, de nem gondolkodtam rajta, hogy honnan szerezték. Megmutathatom, hogy merre van a barlang, ha követsz. Menjünk, gyere, kövess engem. Követ téged a halál. Na. Itt van a medvebarlang, azt hiszem a medvék itthon vannak. Jaj! Nem szeretnék bemenni a barlangba a csillagért. És te? Ha bemész, nagyon-nagyon csendesen kell lopakodnod. Itt maradok és vigyázok. Na, mire vigyázol? A lovamra? Én is attól félek, mert a lovamra fogsz vigyázni. Nya. Miért itthon vannak? Csak egy van itt. Ja. Ez a lopakodó üzemmód, gyerekek. Most már igazából kiskergethetném magamat innen, de oly mindegy. Nya. Nagyon bátor tett volt tőled, Beatrice. Csodálatos vagy. Tudom. A főtanácsos el lesz ragadtatva, hogy megtaláltad a karácsonyi csillagát. Vidd el hozzá, amilyen gyorsasan csurad, hogy végre kezdődhessen a karácsony. Hát igen, karácsonyi csillag nélkül nincs karácsony. Ja, menjünk akkor vissza szépen. Lássuk a medvét. Pompás, kiváló, ragyogó! A medvék barlangjában találtad. Nagyon bátor voltál, hogy kihoztad. Ahhoz képest, hogy a medvék barlangjában volt, és a szél össze-vissza fújta, igazán jó állapotban van, ugye? Nagy szerencse. Ídni, már csak egy dologban kérem a segítséged. Fel kell tenned a csillagot a fa tetejére, akkor már mindennel kész leszünk, és kezdődhet a karácsony. Később átadhatjuk az ajándékokat, de várjunk holnapig. Húha. Buli lesz. Buláj. Bilim buláj. Nya. De cuki. Sziporkázó karácsonyfa. Ija, ija, ó. Te miért indultál le, drágaságosságom? Annyi csak szépen vissza. Adjuk le gyorsan ezt a napi felét, aztán húzunk innen, mint a vadlibák, még egyszer nem is kell. Köszönöm, Beatrice, csodás a fa. Most már igazi karácsony van. Holnap újra találkozunk, akkor átadhatjuk az ajándékokat. De miért? Na mindegy. Na azért jönnek itt ám még ezek a szutykok. Na mindegy. Nem probléma, megcsináljuk. Nem para. Nya. A gyerekek, akkor már ennyi, de holnap fölveszem a következő részt, aztán az nem tudom, mikor lesz fönn, mert vasárnap nem vagyok itthon, lehet még feltöltöm vasárnap délelőtt, de abban nem vagyok biztos. Szeretnétek, hogy vasárnap délelőtt töltsem föl, akkor írjátok meg kommentbe. És szerintem mára ennyi, mert én mindjárt lefejelem a billentyűzetet, mert konkrétan 3:45 van. Úgyhogy én repültem is az ágyamba aludni, az edzést most elhalasztom, mert nem kő. Úgyhogy sziasztok, csajszibarackok, és további kellemes karácsonyt!